1663. április 12-én török hadüzenet érkezett Bécsbe, és ezzel kezdetét vette egy véres, két évig tartó háború. Még abban az évben elesett a Habsburgok védvonalának egyik legjelentősebb erőssége, Érsekújvár. Így az ellenség már közvetlenül a császárvárost fenyegette. A veszély elhárítása érdekében Zrínyi Miklós 1664 elején a Dél-Dunántúlon indított hadjáratot. Csapatai több kisebb végvárat foglaltak vissza. Felgyújtották az Eszéki hidat, a török utánpótlás egyik stratégiai pontját. Majd ostrom alá vették a környék legjelentősebb erősségét, Kanizsát. Az akció célja egyértelműen az volt, hogy a hadműveletek súlyát a Dunántúl déli részére koncentrálja. Zrínyi számítása bevált. Köprülő Ahmed nagyvezír vezetésével hatalmas oszmán sereg érkezett a térségbe, amely hamarosan visszaszerezte a télen elvesztett területeket. Elfoglalta és lerombolta Zrínyi Újvár sáncait, majd Bécs irányába fordult. De nem a megszokott Dunamenti úton, hanem keresztül vágva a Dunántúlon. A nemzetközi segélycsapatok érkezésére váró császári seregek csak arra szorítkozhattak, hogy a Rába folyó vonalánál próbálják meg feltartóztatni az ellenséget. Így érkezett a két sereg Szent Gotthárd alá. A döntő összecsapásra végül a várostól nyugatra, a ma Ausztriához tartozó Mogersdorf határában került sor, ahol a Rába valaha kígyózó medre széles kanyart írt le. A csata lefolyását Henrik Ottendorf császári hadmérnök örökítette meg saját helyszíni vázlatai és a csatában résztvevők visszaemlékezései alapján. A művet elkészülte után a császári sereg parancsnokai ellenőrizték és hitelesnek fogadták el. Nem véletlenül. A Szent Gotthárdi csata óriás képe című metszet rendkívül pontosan és részletekben gazdagon mutatja be a csata lefolyásának legapróbb elemeit is. Az összecsapás nyitányaként a törökök portyázói, az akincsik és tatárok kirabolták és felégették a környék falvait. A lakosság közül, aki tudott, elmenekült, de sokan estek fogságba, vagy lelték halálukat a fosztogatók fegyvereitől. Az ellenséges haderő nem állt meg a keresztények által korábban sáncokkal körülvett Szent Gotthárdnál, hanem tovább haladt nyugati irányba, a szomszédos nagy falu, a mai Mogersdorf irányába. A folyó ezen a területen hurkot vetett, ami kedvező lehetőséget biztosított az átkelésre. A hatalmas sereg itt kezdett tábort verni, amit a túlpartról álmélkodva néztek a keresztények. Egyre másra színes sátrak emelkedtek, csillogtak a rész sátordíszek, lobogtak a díszes hadizászlók. Középütt a nagyvezír fényűző szállása állt, népes udvartartásával és ragyogó páncélzatú testőrlovasaival körülvéve. A Raimondo Montecuccoli vezetése alatt álló szövetségesek velük szemben, a Rába túlpartján, a hegyvonulatok lábához húzódva ütöttek tábort. A keleti oldalon a franciák, középen a német-római birodalmi hadak, a nyugati oldalon pedig a Habsburg császári sereg. A törökök átkelésének megakadályozására óvintézkedéseket tettek. Ahol a part lapos volt, a folyó mentén hosszú lövészárkot ástak 1000 gyalogos részére. A birodalmi sereg előtt húzódó folyóhurok területét egy ligetes erdősáv és egy település, nagy falu takarta. Ezért egy különítmény 4 ágyúval a folyóhurokban sáncolta el magát, míg a franciák őrsége az előttük kanyargó folyószakaszt vigyázta. A törökök is gondoskodtak a folyópart védelméről. Lövészárkokat ástak a hurok mentén, amelyet tüzérséggel erősítettek meg. Július 31-én a délutáni óráktól folyamatos puska és ágyú tűzzel zaklatták a folyóhurokban őrködő szövetséges egységeket. Az éjszaka sötétjében pedig egyre többen és többen keltek át a folyón. Az utánpótlás biztosítására egy ponton híd építését is előkészítették.
Augusztus 1-én a hajnali órákban a már jelentős számú törökök megtámadták, és rövid harcárán elfoglalták a birodalmi sáncokat. Az őrség először a faluba vonult vissza. Majd a folyamatosan rohamozó ellenség miatt egészen a táborig hátrált. A helyszínhez legközelebb táborozó francia és birodalmi csapatok parancsnokai aggódva figyelték az eseményeket. A közeledő veszélyre hiába figyelmeztették a többi generálist. Csak von Spork tábornok lovasait rendelték ki őrjáratba, akik török takarmánygyűjtők csoportjával kerültek szembe, és tőlük egy gyors rajtaütéssel 400 lovat zsákmányoltak. A felbátorodott törökök a reggeli órákban több mint 10 000 lovas és gyalogos részvételével a falun és a mellette húzódó átjárón keresztül a birodalmi sereg táborára törtek. A tábor riadóztatása rendezetlenül zajlott. A váratlan támadás visszaszorítására kirendelt csapatok elől a törökök meghátráltak. Ez azonban cselnek bizonyult. A település utcáiban összetorlódott és ezért rendezetlenül előretörő, tapasztalatlan német zászlóaljak megbénultak a váratlanul elsöprő rohamot indító török lovasságtól, és százával hullottak el. Ezután az ellenség olyan közel jutott, hogy már a szövetségesek táborát fosztogatta. Végül a francia és a császári erők ellenlökése visszaszorította őket a faluba, majd a házakba húzódó janicsárokat kemény harcárán visszaűzték a folyóhurokba. Közben a császári állások közelében egy lovas különítmény meghiúsította a törökök újabb átkelési kísérletét. Mindeközben az ellenség újabb támadásra készült. A folyóhurok nyugati sarkában elkészült a pontonhíd, amelyen folyamatosan áramlott át az erősítés. A délelőtti órákra török lovasok ezrei keltek át a túlpartra. A híd főállás biztosítására a keleti oldalon egy enyhe dombon a török gyalogság sáncokat ásott a falu irányából várható keresztény támadás feltartóztatására. Az erdő irányából nem számítottak támadásra. Úgy vélték ugyanis, hogy az katonai alakzatok számára átjárhatatlan. Montecuccoli a növekvő oszmán haderő láttán 10 óra körül az egész keresztény sereget csatarendbe állította az erdősáv és a tábor előtt, és egy sáncvonal kiépítését fontolgatta. A munka megkezdése előtt 11-12 óra között a falu nyugati szélén haditanácsot tartottak. Látva a törökök rendezetlen tömegét és felismerve azt, hogy az erdő felől nem várnak támadást, a kor taktikai szabályaival ellentétes döntésre jutottak. A gyalogság és lovasság kötelékeit az erdőn keresztül vezényelték támadásra. Tudták, hogy a ligetes erdőben és a falu házai között a zárt kötelékek felbomlanak, és csak az erdő túloldalán, az ellenség előtt tudják majd újra rendezni a hadsorokat. Addig védtelenek lesznek a török támadásaival szemben. A sereg hátát a jobb szárnyon húzódó kocapatak mellett felállított pió és pekkezredek biztosították. A déli 12 órakor megindított merész ellentámadás váratlan sikert hozott. A franciáknak jutott a legnehezebb feladat, mivel a janicsárok állásait kellett elfoglalniuk. A korábban levágott németek holttestein keresztül folyamatos puskatűzben törtek előre.
Végül véres közelharc bontakozott ki a török sereg elitjéhez tartozó gyalogosokkal a sáncok birtoklásáért. Eközben a fák közül kibukkanó csapatok gyorsan rendezték soraikat, és folyamatos sortüzekkel nyomultak előre. A törökök összezavarodtak, és a rendezetlen tömegben hamarosan kitört a pánik. A többség a híd felé próbált menekülni, de ekkor a fák közül előbukkantak a Pió és Spekk ezredek katonái. Ladet euer Musket, steht auf dem Gabel, öffnet die Pfanne, gebt Feuer! Eure Glieder und Reihen rechts, Füße auf ihn und... Miután gyors előretöréssel elfoglalták az átkelő helyet, az elhatalmasodó vérfürdőben az oszmán harcosoknak egyetlen menekülési út maradt. Átgázolás az időközben megáradt folyón. Sokan a vízbe vesztek, másokat a cseh és francia lövészek lőttek le, miközben megpróbáltak átjutni a túlpartra. Úgy tartja a hagyomány, hogy a Rába vizét teljesen vörösre festette a beléveszett törökök vére. Néhány helyen pedig száraz lábbal lehetett átkelni a feltorlódott holttesteken. A keresztény sereg merész támadása meghozta a győzelmet. A véres végkifejletet látva az egész oszmán táborban elhatalmasodott a pánik. A nagy vezír, hogy megelőzze seregének felbomlását, még napokig a helyszínen tartotta a csapatait, és csak ezután indult meg sietve Székesfehérvár irányába. Teljes felszerelését hátrahagyva. A katonai kudarc után a török hadak megkezdték a visszavonulást a Rába mentén, ugyanazon az útvonalon, amelyen érkeztek. A keresztény sereg a folyó túloldalán követte a visszavonulókat, közben folyamatos egyeztetés folyt a császári követ és a nagyvezír között a békekötés feltételeiről. A megegyezés augusztus 10-ére született meg, ekkor a törökök már elérték Vasvárt. A helyi hagyomány az úgynevezett békeházat, amely eredetileg a vasvári káptalan intézői laka volt, mint a város egyik legöregebb épületét tette meg a békekötés helyszínének. A valóságban azonban, mint ahogy erre a béke szövege is utal, a megegyezésre a katonai táborban, a korabeli szokásoknak megfelelően a nagyvezír sátrában kerülhetett sor. A korabeli Vasvár egyébként is romokban hevert. Vasvár megye egykori székhelyének sorsa jól szemlélteti a török hódoltsággal járó pusztulást. A középkori város öt templomával, középületeivel és város erődítéseivel együtt szinte nyomtalanul eltűnt. Intézményei a vármegye, a káptalan és a domonkos szerzetesek közössége messzire menekültek.
A településen egyetlen szilárd épület állt ebben az időben, a domonkos kolostorból kialakított végvár, amelyet azonban a törökök már a felvonulások során felégettek, így ez az épület sem lehetett a békekötés helyszíne. A kolostor erődítmény ma is álló ágyútornyával látványos emléke a törökkori hadiépítészetnek. A szerzetesek már a 16. század második felében elhagyták az épületet, melyre a helyi birtokos családtagjai, a gersei Petők tették rá a kezüket. Jelentősebb kiépítésére a 17. század első felében került sor, amikor tulajdonosa Ákosházi Sárkány János dunántúli vicegenerális volt. A négyszögletes, zárt épület együttesnek ekkor már csak fő falai álltak. Az erődítmény a külső falak megerősítésével és a délnyugati sarkon kialakított ágyúállással jött létre. Az ágyútorony párját az északnyugati sarkon álló harangtorony képezhette. A keleti oldalon egy nagyobb kapu és a kiszolgáló helyiségek. A déli oldalon pedig egy emeletes lakórész is állt. Így az erődítmény nem csak hadi, hanem reprezentatív célokat is szolgálhatott. A Vasváron megkötött béke a hadviselő felek érdekeinek kölcsönös figyelembevételével született. A császári oldala nehezen és csak alkalmi katonai szövetség segítségével kivívott győzelem révén a béke fenntartásában volt érdekelt. A török viszont a kudarc ellenére is katonai erejének tudatában kérhetett engedményeket. A békekötés magyar szemszögből nézve kétségtelenül előnytelennek tűnt, hisz a hadi sikert nem követte a török hatalom visszaszorulása. Az elkeseredést csak tetézte Zrínyi Miklós rejtélyes halála, amit egy vadászbaleset okozott. A feltámadó elégedetlenség a nádasdi veselényi összeesküvésben teljesedett ki, majd ennek leleplezése a Habsburg uralom magyarországi megerősödését vonta maga után. Ennek ellenére a Szentgotthárdi csata és a vasvári béke mind katonai, mind diplomáciai szempontból a 17. század második felének egyik jelentős eseménye, magyar, illetve Habsburg birodalmi és európai viszonylatban is. A Szentgotthárdi győzelem egy hadászati, haditechnikai fordulat első jele, melynek lényege, hogy a fegyelmezetten mozgó és harcoló, jól kiképzett és lőfegyverekkel ellátott modern európai hadseregek képesek legyőzni a számbeli fölényben lévő és harcedzettebb török csapatokat. A Vasváron megkötött béke ugyanakkor a korabeli európai békerendszer szerves része, amely lehetőséget adott a Habsburgok számára, hogy egyéb hatalmi, politikai céljaik mellett felkészüljenek a törökkel szembeni végső leszámolásra. Az 1664. évi események, a látványos katonai siker és a látszólagos diplomáciai kudarc az első lépést jelentették az immár másfél évszázados álom Magyarország török alóli felszabadításának megvalósításához.